a mögöttem látható út köti össze csantavért orommal. A földút egy kiadósabb eső után szinte járhatatlan. A csantavéri Gregus László gyakran használja a csantavér és orom közötti földutat. Földjeit így tudja legkönnyebben megközelíteni. Azt mondja, jelenleg nehézkes ezen a szakaszon a közlekedés. Van benne három ilyen nagyon nagy lapos, és sajnos az akárhogy szántsuk össze, mert a termelők szokták összeszántani. És önszántóbb csinálják ezt, de akárhogy szántsuk, nem lehet megcsinálni. És mindig nehezen közelíthető meg ez véget orom, de hát oromiaknak is nehéz megközelíteni csantavért. És ez nagyon jó volna, ezt már jó párszor kimérték, még már mondták is, hogy kész lesz, meg majd megoldják, meg minden, de ez az út, sajnos ez mindig elmarad. A falu teljes lakossága szempontjából sokat jelentene, ha ezt az utat leaszfaltoznák. Hiszen a jelenlegi közel 40 kilométeres autókázás mintegy 10 kilométerre rövidülne az ingázók számára. Nagy jelentősége van ennek az útnak már ilyen állapotban is, hiszen nagyon sok csantavéri polgártársam ezzel az új létesítménye a hulladék feldolgozó üzembe jár dolgozni. És azért nagyon nem mindegy a napi életben, meg az anyagiak szempontjából, hogy egy út egy óra hossza vagy többet vesz igénybe, vagy pedig itt 5-10 percen belül megközelíthető. Az 5000 kilométer út elnevezésű szerbiai projekt keretében számos olyan szakasz épül meg, illetve újul meg, amelyek fontosak a vajdasági magyar közösség számára. Ezek között van a Szabadka és Zombor, a Topolya és Bajmok, a Topolya, Óbecse és Szent Tamás, illetve a Bács-Feketehegy és Verbász közötti utak felújítása is. Helyi utak kiépítése is szerepel a programban. Mint például a Tornyos és Gunaras között, vagy pedig Orom és Csantavér között. Ezek nagyon fontos helyi utak, amelyek jelen pillanatban nincsen. Földes út van most, földes és mondjuk nyáron por van, télen meg sár. Télen nem lehet közlekedni arra, azért de mondom. Nyáron se nagyon, úgyhogy ez itt, és nagyon fontos, hogy ez a részét képezi annak az úthálózatnak, ami ki kell, hogy szolgálja a regionális hulladék gazdálkodó telepet. Az államtitkár elmondása szerint rövid időn belül megkezdődnek a munkálatok Csantavér és Orom között. Kern Imre kiemelte továbbá, hogy az év végéig várhatóan átadják a Szabadkát elkerülő Y-elágazás utolsó szakaszát. Hozzátette, mindez függ az időjárási viszonyoktól is, ugyanis ettől függ a munkálatok tempója.